Sziasztok! Folytatva a szerepjátékos vonalat, csináltam egy tölthető dobbantást. Szokott lenni szerepjátékokban ugye olyan képesség, hogy dobbant egyet a karakter, és a körülötte lévők sebződnek. Ezt most olyanra csináltam meg, hogy amíg nyomva tartjuk a gombot, addig úgy töltődik. Amikor elengedjük, akkor dobbant egyet, és minél tovább tartjuk nyomva, annál erősebbet dobbant. De már is mutatom. Csináltam ide game manipulált farkasokat. Azért game manipulált, mert az életüket egy kicsit följebb vettem. Itt van 30 életük van. Átváltok túlélőben, mert ott az XP csíkon fog látszódni a töltés. Ha nyomva tartom a shiftet, akkor az úgy töltődik. És elengedem. Akkor van egy ilyen robbanás, meg van ilyen effekt is ilyen, ami jelzi, hogy meddig hat ilyen felhő, vagy mi. És így, aki benne van, az is sérül. Minél tovább tartom nyomva, annál többet sebez. Ezeknek elég sok HP-ja van. Hopp, ezt már nem bírták. Ja, szóval ennyi. Nem is tudom, hány fokozat van hirtelen. Az igazság, hogy múlt héten csináltam a szerkezetet, és ha jól emlékszem, 4. 0, 1, 2, 3, aha, azt hiszem 4 részre osztottam így az XP csíkot. Ha megnézitek, akkor így, ha elkezdem nyomni, akkor ott kapok hirtelen 6 szintet. Azért van, mert az első szinthez 7 XP kell. A másodikhoz, nem tudom, már valamennyivel több. Tehát minél magasabb szinten vagytok, annál több XP kell, és annál több, hogy is mondjam, ilyen beosztást lehet csinálni az XP csíkon. Tehát, hogy minél látványosabb legyen, minél több ilyen kis beosztást legyen, hogy is mondjam, minél folyamatosabb legyen ez a növekedés. Eredetileg úgy akartam, hogy ilyen, hát ez most így be van vonalkázva, hogy így vonalkánként növekszik, de nem sikerült eltalálni. Szerintem nincs is olyan. Jaj, nem próbálkozok itt. Jó, hát körülbelül ennyi. Próbáltam arra figyelni, hogy működjön múltiba. Nincs kipróbálva, de elvileg működik. Úgy emlékszem, mondom, ezt múlt héten csináltam. Jó, akkor működés. Hát igen, bármikor nyom a shiftet, ugye. Hát egy kis visszafogott kommentezés. Itt az első pár az az XP-t fogja adagolni, ha jól emlékszem. Aztán innentől kezdve a hangeffekt, meg az effekt, az a füstefekt, aztán a damage-ek, a sebzések, és a végén van reset, ami visszaállít. Ami reset? Na, hát... Na, hogy is kezdem? Kezdem ott, hogy milyen szkórok vannak, mert van egy rakás. 3. Ja, 3. Van egy XP-nek elnevezett, ez az XP-hez van kötve, ez mér, hogy mennyi XP-nk van, szerintem nem kell magyarázni. És van 2, egy load meg egy start, ami ez a sneak time, hogy hogy mennyit googolok, na. És azért kell 2, mert az egyik az hogy is mondjam, visszaváltok. Tehát, hogy nyomva tartom, ez így folyamatosan nő ez a sneak, és nem vele együtt kapom az XP-t, hát akkor nagyon gyorsan ugye betöltődne, hanem van benne egy késleltetés. És egészen pontosan ez 10, ha jól emlékszem, de most nem tudok belenézni. Tehát, hogyha összegyűlik 10 ticknyi shift nyomás, akkor kapok egyet. És akkor ugye, ha nagyobb számot adok meg, akkor lassabban gyűlik a XP, tehát ennek a növekedésnek az ütemét határozza meg. A start pedig csak azt ellenőrz, hogy elengedtem-e a gombot. Jó. És vissza. Na. Ögy. Szóval. Megkapjuk ezt a 6 szintet, ha a load 1. Ez azt jelenti, hogy elkezdtem nyomni. Ugyanis van egy ilyen rész, amikor a load 2-re állítja vissza. Ez akkor van, hogyha megkaptam az XP-t, akkor nem nullára állítja vissza, mert akkor újra megkapnám így a 6 szintet. Nem is 1-re, mert ugye akkor hát újra megkapnám a szintet, hanem 2-re. És akkor így csak első nyomáskor kapom meg.
azt a 6 szintet, hogy olyan szép fokozatosabb legyen a növekedés. Igen, szóval az első az ad 6 szintet, ha load 1, tehát elkezdtem nyomni a gombot. Aztán kapok 1 XP-t, illetve mindenki kap, úgy mondom, XP-t, hogyha a load az legalább 10, azaz már 10 tikje nyomom azt a gombot, és a score még nem ért el a 18-at. Ez a max 18, ez ugye a végén, hogyha betöltött és tovább tartom, akkor ne adja tovább az XP-t, ez az meg a felső határ. És akkor az utolsó, hogy ha a load az elérte a 10-et, akkor állítsa vissza 2-re, tehát hogy ez tulajdonképpen egy ilyen, olyan mint egy időzítő, ugye egy óra, mint hogyha visszatekerném. És akkor megint indul a számlálás. Jó, hát igen, innentől kezdve már csak 8 tikkel, de hát lehet szórakozni a számokkal. Szóval ezek így, ez a három így rendezi a töltést. Aztán a particle lefutatja mindenkivel, akinek az XP-je legalább 1, tehát valamennyit már nyomtam azt a gombot. A start pedig 0. A start ez is, ugye mondtam, hogy ez is a googolás nézi. Ez, ha elkezdem nyomni, akkor ugye 1 lesz, és emiatt, mivel 1, ez pedig ugye nullára aktiválódik, nem fog itt aktiválódni. Itt a legvégén van egy olyan, hogy állítsa nullára a startot. Tehát nyomom a gombot, eljut ide a jel, itt ellenőrzi ezt, és a start 1, mivel nyomom a gombot. És akkor megyünk tovább, oké. Ez így ismétlődik, és akkor eljön egy pont, amikor elengedem azt a shiftet, akkor ott ugye lenullázódik. Én nem nyomtam, úgyhogy nem nő se honnan, eljutunk ide, és itt nulla lesz a start, úgyhogy aktiválódik a dolog, plusz ha valamennyit nyomtam már ugye előtte. Az ugye lefutott egy particle-t, ennek a tegeiből most nem megyek bele, csináltam már tutoriált a particle-ről. Tehát ez az egyik. A másik ugyanezekkel a feltételekkel, csak egy play sound. Jó. Aztán most jönnek az effektek. Hogyha az XP-m 1 és 6 között van, nem a szint, hanem az XP, igen, és ugye szintén a start 0, de ez mostantól mindenhol ott lesz, tehát elengedtem a gombot, ugye. Akkor nyomok egy ilyen effektet, egy ilyen instant damage-et, itt van, a 4 sugarú környezetemben lévő nem játékosokra minden mobra sebzek 4-et, az idő az tök mindegy, ez a nullás, és akkor ez ugyanígy ismétlődik, csak itt 7-től 12 XP-ig, és ugye már 1-es erőségű, vagy 1-es szintű instant damage. Aztán 13-tól 7-ig, 2-es, és akkor végül, hogyha maxon van, azaz legalább 18 az XP, akkor a 3-as. Jó. Hogyha el van nyomva a start, ez ugye ugyanaz a feltétel, hogyha van XP-m és aktiváltam a dolgot, akkor nullázza le. Ez azért kell, hogy ott az a 6-os tűnjön el. Igazából csak ez ilyen design dolog. Ne legyen ott fölöslegesen a 6-os. Meg a másik, igen, hogyha ezt kiveszem, akkor ott arra oda kell figyelni, hogy akkor adjon, ha nincsen 6 szintem. Jó, mindegy, szóval nem ilyet kell. Igen, a másik pedig, ugye ugyanezek a feltételek, hogyha aktiváltam, akkor a load az legyen 0. Az volt az, amit mondtam, hogy amit egy időzítő, tehát hogy ne tikkenként nőjön az XP, hanem ezzel meg lehet határozni a sebességét. Jó. Hát így végigmentem mindenem. Leírás a link. Nem, a link a leírásban. A kézikönyv óvjon.